Sziasztok, itt újra ezt után. Most egy különleges bemutatót fogok tartani. Aki most tartja a kamerát, az hajlandó volt vállalni azt, hogy tartsak vele egy podcastot, azaz, hogy beszélgetné vele egy kicsit a videóimról. Nekem jutott ez ötlet az eszembe, mert nem akarnak nézni. Hát részét gondoltam, hogy kívás mellett még tartanék beszélgetés másokkal is. Tehát most jól figyeljétek, hogy ugyan készíthettek velem podcastot, azzal, hogy na, tiéd a szó. Na, sziasztok, sziasztok. Ismert El Sultán, már hány évet csinálod ezeket a videókommentárokat, játékaidat? Hát már a negyedik évad ez. Ez a negyedik évad, és mi imporált téged arra, hogy ezt csináld? Ez egy elég hosszú történet, mennyire mesélj róla? Hát, amennyire szeretnél. Na, Nintendo dolog kezdődött, amikor kicsi voltam már, akkor kezdtem el. Amikor csak Nintendo létezett, akkor játszottam igazán sokat. De később kaptam számítógépet is, akkor már több játékot kezdtem megismerni. De akkor még nem volt még internet, csupán de lemezek. De később már rájöttem, hogyan kell játékokat letölteni és használni cracket, így még többet ismertem meg. De aztán, amikor megláttam a videójáték kommentátorokat, rájöttem, hogy én is tudnék olyanokat csinálni. Én is tudnék érdekes megfogalmazásokat kitalálni, de és sokkal jobban tudnám megcsinálni. És megfogadtam, hogy az elitekkel akarnám felvenni a versenyt, mint például SMG Player, Paragus Trends, Master Massifi, és hozzá hasonló szintűek. Értem. És akkor a másik kérdésem az lenne hozzád, melyik végjátszásodra vagy a legbüszkébb? Mindegyikre, amelyik nulla halálos végjátszást csináltam. Például az Outlast 2, ez is egy emlékezetes pillanat volt számomra, hogy megnyertem Insane-ben. Meg ott van az I Want Bade Easy, azt is tökéletesen megcsináltam. Aztán, hát ehhez gatrok. Hát még az is büszke vagyok, hogy 17 napot meg tudtam csinálni Dead Risingból, meg az I Will Appreciate Meteor Steam, az I Will Be The Bashi, az is egy emlékezetes pillanat volt, mert ott örömtom voltam. És a másik kérdésem az lenne, hogy elkezdtél, láttam a videóidat, régóta figyellek, és hogy fifáztál is. Úgy Fifa-t. Van. És azt miért nem folytatod? Hát nem olyan könnyű, mert próbáltam már FIFA 17-et letölteni, de még eddig nem tudtam belépni oda. Értem. És lesznek még olyan kihívásaid, mint például az kukorica kihívó verseny? Annak mi értelme van? Hiszen ha csak olyanokat tudnék csinálni, akkor azt hiszik, hogy csak ahhoz értek. Nem. Pedig sok ember nem tudná ezt megcsinálni, amit te még elvégeztél. Hát csak a kukorica kihívás, azt bárki nem tudja, elég bátor hozzá, hogy bemenjen a kukoricába. Na, látod. És lesznek még ilyen kihívásaid, vagy ilyesmi, mit tervezel a jövőben? Hát ez interjú volt most a tervem, de mi elírás kihívásra még mindig számoljatok, az biztos. Mire? Jelírás kihívásra. Jelírás kihívás az mit jelent? Az... Mesélj róla valamit, hogy mit szeretnél a jövőben, mit tervezel? Felvenni a versenyt az egyik, de viszont az emlék, mondok egy olyat, ami nekem a nagy áttörés jelenteni. Ha legyőzném Camilliát Simon Kill Camilla 2-ben, ami egy legendás boss, hihetetlenül erős, csak a legerősebbet győzhetik le. Ha ezt megcsinálom, valami különlegeset fogok tartani. Lehet, hogy a logót is megváltoztatom. Talán kitalálok egy szlogént is emellett. Megváltoztatod a logót? Elfordulhat. És mire szeretnéd megváltoztatni? Akkor mire változtatnád meg? Hát... korona helyett turbán. Turbán. Én azt... ha jól tudom, ha nem tévedek, akkor te egy Star Wars rajongó vagy. Már néztem azokat, már filmben is. Igen, és láttam róla pár videót, ahol játszol is. Mesélj erről valamit, hogy mi imporált téged a Star Wars-ban.
mi az, ami tetszik benne, miért ilyeneket, beszéljenek el róla. Először is kezdjük azzal, hogy a The Complete Saga csak a kezdet volt. De hamarosan kiagrampolom a Knights of the Old Republicot, aztán a franchise-okat úgy szoktam csinálni, hogy szép sorjában, de előfordulhat, hogy össze-vissza sorrendben is csinálom, de hogyha belevágok egy franchise-ba, akkor minden szériát ki akarok vinni, még a spin-offokat is, hogy túlszárnyaljam a többi videójáték kommentátor teljesítményét. Nekem a... ahogy fejezzem ki magamat, mit, mesélj valamit a most legújabb megjelent videódról, a Best Of-ról, amit kb. 20 órára tett el fel, még annyi sem. Mesélj róla valamit. Ez esetben jegyezzetek meg róla fontos dolgokat. Videójáték kommentátort tanultam ki, hogy kell montást készíteni. Hát milyennek kéne benne jelennie? Hát a legemlékezetesebb dolgoknak, vagy benne lehet az, hogy nevetés, meg hogy milyen ideges vagyok, mert más is ugyanazt tette. A kihívások akkor kerülnek fel, ha csak úgy látom, hogy van helyük ottan. Meg aztán top 10-esit is rendezek, hogy tudjátok, mi a legjobb pillanat. Melyik a 10 legjobb pillanat, mint az a 2018-2019-2020-ban is, amit csináltam. Úgy tudjátok, hogy mit kellett volna megnéznetek. Azért kerültek bele azok a Best Of-ba, hogy tudjátok, miért kellett volna azokat megnézni. Most akkor szeretnék még egy ilyen kérdést tenni, ezt később tartogattam. Az El Sultan, mint te most szilveszterkor próbál valami nagy durranásra törekedni, igyekszik, lesz valami nagy durranás, vagy nem? Hát én úgy szoktam csinálni, hogy mindig tartok egy bevezetőt az új évre. De meg aztán, hogyha nem vettétek volna észre, hát mindig úgy szoktam befejezni, hogy Best Of, Top 10 és egy összefoglaló. Háromszor, mindig háromszor ugyanazt megismételtem. Értem. Ha rendesen figyeltétek volna. Igen, igen. És beszélj arról, amikor egy banánhoz beszéltél, akkor mi imponált téged arra? Amikor megnéztem Markiplier videóját, gondoltam, hogy az ő teljesítmény akarnám túlszányolni, hogyha megbámulom 10 percen át. Hát 5 percen át nézte. Értem. És mikor egy békát simogattál? Hát bársa azt mondta volna, hogy fúj. Hát megmutattam ezzel, hogy mennyire nem félek tőle. És hogy látjátok, hogy nem félelmetes, mert nincs foga. Igen. És ez a macska simogatás? Hát azt is meg kellett volna nézni, mert bekerült a második helyre, a top 10-ben. Így, így. De nem minden napi, hogy látni macska simogatás, mert elfutnak előlem. És a következő állat, amit simogatni fogsz, például mit szeretni? Hát... sajnos kicsi az esélye, hogy valaki dátumében, hogy megsimosok egy kutyát. Vagy hogyha ő hagyná, mert nem érek a kutyát nyerni. És miért pont kutyát szeretni? Miért nem például egy másfajta állatot? Mire gondolsz? Például egy kígyóra. Vagy például... Te neked elmentek az otthonról. Nem tudod, hogy a kígyó veszélyes, és hogy még ez is a halált okoz. De vannak olyan kígyók, aminek már mérgeit kivették, méregfogát. Jó, hanyagoljuk ezt a témát. Másik kérdésem az lenne hozzád, hogy meddig szeretnéd ezt az egészet vinni? Az első videóban mondtam, megfogadtam, hogyha belevág egyszer, nincs visszaút. Ez életfogytig szóló. Életfogytig szóló. Hát tehát aki kritizálja azt, hogy amit csinálok, annak van egy rossz híre. Nem tehet semmit. És mit gondolsz azokról az emberekről, akik negatív kommentokat írnak? Jó, gondolják át, hogy mit mondanak, mert tudok olyat csinálni, hogy elrejtem őt a csatornáról büntetésből, mert azért már ezt érdemelte. Az okok a következők lehetnek-e. Durva sértegetések, össze-vissza hazudozás és pornó. Pornó oldalak mutatása, mert idegesítettek vele egyfolytában. És a negatív kommentároknak mit üzensz?
Egy, hogy gondolják át, mit beszélnek. Nem fogom kitörni akkor, hogyha igaza van. De akkor is fel kell fogniuk a legfontosabb dolgot. Legtöbb ember rosszabb, mint én. Így van. Te nem ártol meg a lejtnek sem. A lejtnek mindenki árt. A következő kérdésem az lenne hozzád, hogy a Assassin's Creed az a legtöbb videó talán 20%-a. 10%, ugyanis az 10. 170 körüli. Hát mindig úgy csinálom azt, hogy az első szériától kezdem. A Valhallában még sokat kívántok, akkor lesz az meg, hogyha megnyertem az Odysseyt. Mert most a harmadik szériánál tartok. Azután jönne a Tyrannia King Washington, aztán a Liberation, lehet, hogy Identity-vel folytatom, és aztán a Black Flag-gel. Tehát ebből láthatjátok azt, hogy a spin-offokkal sem kivételezek. És gyakorlatilag ez összesítve úgy videók száma túlépheti még az 500-at is. 500 videót egy játékból. Egy franchise-ból. És azt mondál nekem, hogy én úgy tudom, hogy neked van munkahelyed is, és hogy tartasz erre az időt, erre a sok videóra, erre a sok játékra? Este. Esténként. És nem vagy fáradt másnap? Sajnos nem adnak nekem más választást mostanában az emberiség. Értem. A következő kérdésem az lenne hozzád, hogy a Outlast játékhoz mi hozott téged arra, hogy ezt játszd? Azt is videójáték kommentátortól vettem észre. Hát tudtam, hogy ezt meg tudom csinálni. Normálban csináltam, meg én ezt ki, és túlszányodtam insane-nel. Megfogadtam, hogy úgy akarnám megcsinálni, hogy lássak, hogy én mester vagyok ezt képest. Tehát én játékok mesteré akarnék lenni. Mint a Crash Bandicoot trilógiában is a mestereivé váltam azzal, hogy megcsináltam a platinát. Az igen. Összes platinát. Láttam, Crash Bandet is játszottál. Láttam azt, hogy Need for Speed-et is játszottál. Az a Hot Pursuit, tudtam, hogy sikerül az összes arany, amit megszereztem. Ügyes voltál benne, nagyon. Szerintem azokat a sok kihívásokat, amiket csináltál, erőívő kihívás, mikor deszkákat tördelték kézzel, mennyi szilva barackot ettél még, mennyi cserésnyét ettél még, ezt sok ember nem tudta volna megcsinálni. A következő, hát, de hogy nem, a kövérek meg tudták volna csinálni. A következő evő kihívásod mi lesz? Hát... Megpróbálod megdönteni a palacsinta rekordodat? Hát nem egészen ilyen is még gondoltam, de mi értelme volna, hiszen... Hiszen azt gondolják, hogy ahhoz érteni így csupán, de... Ami biztosan el tudnék mondani, hogy nem bírom a kömény magot, az kihívás lenne, hogyha megenném, de az is, hogyha talán valami csípőset. Igen. Például elszúrtál egy perc alatt mennyi cseresznye paprikát bír megenni? Vagy chili paprikát? Hát nem egészen ilyesmire gondoltam valamit. Hát például az a chilis pizza, vagy az az erős pizza, amit szoktak rendelni, vagy a paprikás. Például. Mesélj a japán játékaidról. Hát azoktól váltam ügyesebbé. Főleg a nehéz vésgémek miatt, meg a dámakú csaták miatt. Aki nem tudná, az egy golozáporos rész. Egy extrém rövödözős játék. Emlékezetes pillanat az, hogy amikor legyőztem a Toll Projectből 5 szuperboszt is, akik erős lányok. Hihetetlenül erősek. Brutálisan támadtak. 10 varázskártyával. Azért lehet volna érdemes nézni, mert ott kemény. Mert ha nézitek, akkor egy kemény ádászharcot láthattok. Mesélj még többet róla. Milyen japán játékokat játszol? Hát az a Phoenix Wright végigjátszás, amiből készítettem azt az Objection pólót, mert én Phoenix Wright rajongó vagyok. A Toho Project, ahol csak lányok harcolnak. Hát akkor rámát húzom, de brutális. Támadnak akkor. Azért csak normálban játszom, mert csak úgy össze van Craig Clear-rel. Mert benendinges játszást nem jó, ha csinálok, mert akkor nem volt értelem feltenni. Én azt hallottam, hogy te nagyon ügyes sakkos is vagy. Hát... voltak éppen nem csak azt
akartam volna erről mondani. Kiskoromban még kínai sakkoztam is. Kínai sakkoztál is. És az milyen volt? Azért tudtam megcsinálni, mert volt segítségem még az első-második pályán. És azt csak meg kellett jegyeznem, hogy hogyan kell visszatámadni az ellenfélnek. Értem. És mesélj a puzzle kirakásaidról. Hát az Impossible Puzzle-al foglalja ebben az első helyet. Azért, mert ez 18 darabos, és mert azt a legnehezebb kirakni. Aki azt megcsinálja, 1000 darabos puzzle kirakás mestere. És te szóval az vagy. Bizonyítottan. És szerinted mesélj egy kicsit még a Best of videóidról, vagy a top 10-esedről. Már van egy top 10-esed, igaz? Több is. Több is. Akkor mesélj az egyikről például. Azt az alapján szoktam eldönteni, hogy mennyi, hogy a Best of-ok, ezt megnézem a Best of-okat, aztán az alapján csinálom, hogy mennyire nevetséges, vagy hogy például mennyire nevetséges, mennyire emlékezetes, vagy mennyire nehéz volt, hogy megcsináltam, de az öntombálás simán bekerül a dobogóra, főleg. A kihívás csak akkor, hogyha hihetetlenül szokatlan. Értem. Mesélj a vicceidről. Például szoktál mondani Móriczka vicceket is? Hát ez benne van. Igen. Mondjál nekünk egy párat itten a videóban, hadd legyen jobb kedvünk. Jó, akkor legyen úgy Koko. Ki van ott? Márton. De folytasd tovább. Milyen Márton? Túrodszem Márton. Például? Lássi, csak melyik is legyen. Melyik gondolkodjunk. Mikor vicces az, amikor azt mondják, hogy a mamutok kihaltak? Nem tudom. Ha a mamut mondja. A mamut nem tudja mondani, akkor... Jégkorszak 2, ha nem értenéd. Rendben, még szeretnék kérdezni tőled valamit. Mit szólsz ahhoz a videó kommentátorhoz, akikor elkezdted ezt a videójaidat csinálni, és aki kommentál tégedet? Milyen gondolsz? Az, aki arra az emberre, aki megnézte a videóidat, és föltette a YouTube-re, hogy elkezdett téged kritizálni is. Tudod, kire gondolok? Nem tudom melyikre, mert több is volt. Hát, amikor az internet szultánja úgy van fent a YouTube. José atya? Igen. Hát annak köszönöm, hogy egyszer megosztottad, de jobban teszi, hogyha még egyszer megtenni. Mert van mit azonban megnézni, hogyha akarná. És mit szólsz ahhoz, amikor kritizált téged? Az nem ő volt, volt durvább is nála. Például? De azt már megbüntettem, mert meg is érdemelte. Nagyon gonoszakat mondott rám. És más pedig össze-vissza hazudozott. Nem is volt semmiben se igaza annak, mert olyasmiket állított, ami emberiek lehetetlen, hogy igaza legyen. Miket állított? Hogy elsőre megcsinálta az Ivan Video Musicot. Az emberiek lehetetlen. Meg kell... De nem azért büntettem meg, mert mindenféle hazugságokat talál ki. Például 101%-osítás. Nincs igaza, mert a Google, hogyha ezt mondta, akkor úgy lenne. Meg aztán még azt is, mert hazudni, hogy minden iPhone régiet megcsinált. Pedig az lehetetlen, hogy igaz legyen, mert több mint 10 000 van azokból. Így van. A következő kérdésem az lenne, ezt most kicsit eltérünk ezek a játékoktól. Például a kedvenc kajád. Hát abban van bőven, de a palacsintát szívesen eszem hétfőnként, hogyha elmegyek egy étterembe. Értem. A következő kérdésem az lenne, hogy mint te elszultán, volt már olyan veled, hogy mész az úton is valaki egy képet kért tőled, vagy egy autogramot? Sokszor fordult elő a selfie, még 20-szor is. Na, ez igen. Akkor szóval ennek örültél. Hát jobban is teszik. Igen.
Mit üzensz azoknak a rajongóknak, akik szeretnek? Azt, hogy terjesszék tovább a videókat a barátaimnak, mert ahogy látom, mert hogyha nem, akkor azt úgy veszem, hogy nem igazán őszinte rajongó. Mert sajnos szükség lesz rá. És láttam mostanában valahogy, hogy ezek a pólóidat nem kérik. Eleinte, amikor elkezdted a pólóidat csinálni, akkor pedig volt... megmondtam nekik világosan, hogy az 5 év múlva is érvényes. És mostanában például voltak rendelőid? Ja, persze, majdnem elfejtettem mondani. Mint ez. Igen. Elszúltál. Meg nagyobbítsuk. Lássátok. Ez itt az Elszúltán póló. És voltak megrendeléseid bögrékről, vagy pólókról? Hát mostanában már nagyon ritkán. Nagyon ritkán, igaz? Én, mi nem csinálsz egy akciót? Ha csinálnék akciót, az... akkor sajnos nem lesz, az nekem a káromra megy. Mert ők nem adnák 10 euróval olcsóbban. Így, így. És mennyibe kell egy ilyen átlagos Elszúltán póló? 12. Meg kellett emelni, mert különben... Nem feles, mert ha jócét adnám, akkor az nekem mínusz. És volt neked egyszer az a négy arcod, arról beszéljél, Elszúltán négy arca. Hát igen, amikor még az ördög szalt is vedd meg szemüveget is. Igen. Hát gondoltam, hogyha az ördögi énemet is bemutatom. Hát, hogyha ördögi módon játszom, hogy így, vagy ördögi módon nevetek. És hogyan nevetsz ördögi módon? Uh-huh. Például... volt neked egy lézerkardod? Az nem igazi lézer, az játékszer. Fogod még használni? Ha lenne számos végigjátszás. És lesz? Hát a Knights of the Old Republicot akarnám egy napon kipróbálni, de nem tudom mikor, mert mostanában a sok munka miatt nehezen tudok minden egyes franchise-ba belevágni. De amit most láttok, azt minél hamarabb be akarom fejezni. És szerinted melyik videód volt a legsikeresebb ez a 3 év alatt? Az I Want Video Bossy az első helyen, de ha megnyom az I Want Kill the Camellia 2-t, akkor majd az lesz a nagy áttörés. Mert legyőztem ott egy legendás boszt. Aki csak a legerősebbet győzhetnek le, mert az a világ legerősebb női boss. Camellia. Értem. És az Elszúltán megpróbál magasabb szintre kitörni? Amit annyira, hogy még a poklot is átélni. Meg a poklot is átélnéd. Ezek nagy szavak, nagy szavak. Hát remélem, hogy minden sikerülni fog. Én csak szorítok neked. Mesélj még valamit magadról. A játékaidról. Hát, volt, hogy már valaki panaszkodott, hogy unalmasokat csinálok. Hát van egy rossz jelenzik kapcsolatban. Hát a könnyű rátottam, az unalmas, meg a kártyajáték is már valamennyire kiment a divatból. És szerintem az egy nagyon régi módszer. Én már modernekre hajtok mostanában. A modernek nincsenek egy szinten azzal. És hát én direkt nehézre álltam őket, hogy lássák, hogy mennyi határt tudok átlépni azokkal. Mint ahogy az Ágon videóban a hardon volt. Azért hardon volt, mert úgy legalább minden karakter meg tudok szerezni. Még az Assassin's Creed az a 100 szint. Ott mindent meg kell csinálni, hogy ki akar történni az összes DNS. Azért tart olyan sokáig. És könnyen előfordul, hogy 50 órásra jön össze. Hogyha meg tudom csinálni, akkor le tudom zárni minél hamarabb. Meg mi is inkább. Még a legmagasabb rangokat is meg akarnám szerezni. Amiből lehet. Például, gondolkoztál azon, hogy beírod magad a Guinness könyv rekordba? Az nem olyan könnyű ám elérni, de
Hát, hogyha nem csinál senki 10 000 videó például, hát akkor az még lehet Guinness rekord, de nem tudom, hogy hány videót csinál, mert nem tudok kideríteni még a Google-on se. Például miért nem nézed meg, hogy Guinness rekordok könyve hány darab cserésnél tépett meg valaki a világon? Neked már mit sikerült? Hát most kiment a fejemből, de talán 100-valahány. 120. Már most már nagyon régen csináltam, úgy elfelejtettem. Nem, bevan. Ezeket az El Sultan logókat csak pólókon lehet kapni, még bögrén? Hát ez már régen eszembe jutott, az is a tervésze volt. De csak ezen a két fajtán lehet kapni? Például nem lehet egy kabátot belerendelni. Hát és azt nem tudom, hogyan csinálnám azt meg, mert az N-Designot nem készít. Értem. Az El Sultan, te valójában Szlovákián laksz. A jövőben hol szeretnéd folytatni ezt a karrieredet? Hát, én már Magyarországon akartam volna, de a munkában nem akarnak felvenni. Gyárokban főleg, mert kirúgtak onnan. Én azt már próbáltam, de sajnos igazságtalankodtak azok a cégvezetők, és azóta nagy, és az borzasztóan fáj. Ez a legfájóbb dolog, amit tettek velem. Olyan megalázó, hogy még most sem tudom elfelejteni. Hát, sajnos. És szóval azért törekszel a videójaiddal, hogy mit tudjál bebizonyítani az embereknek a világon. Például, hogy én vagyok Szlovákia a legjobb videójátékosa, de ezt csomó bizonyítékkel, főleg az Ivan Kill Kár 2 megnyerése, az már talán már meg elfogadható bizonyíték. Szóval te vagy Szlovákia legjobb videójátékosa. Hát inkább csak a járási, vagy akár a kerületé, hogyha valaki ezt nem döntötte meg. Dél-Szlovákia legjobb videókommentátor. Hát mondjuk a nyitói kerületnél inkább. El Sultan. A legnagyobb videó kommentátor a Szlovákián. Na, még mesélj valamit a játékaidról. Mit tervezel jövőben? Milyen célokat? Lesznek kihívások? Kezdjük azzal, hogyha ne felejtjétek, hogyha a franchise-ba belvágok, nem hagyok ki semmit. Még emulátorokat is használok ki. Ja igen, mindenféle emulátorokat. Például a Nintendo DS-nél a Desmume, Nintendo 3DS a Citra, azt hamarosan látni fogjátok, amikor belevág a Professor Layton The Miracle Mask-ba. A PSP emulátorom is van jelenleg, egy PS2-es is. Hát az Xbox-os széria, azon még kell mit javítani, mert mostanában nehezen tudom működtetni. De már van Androidos is. Most a BlueStacks-et is fogom használni. Ami kihívásokat illeti, hát sajnos már említettem valamit az előzőben, amikor csináltam azt a top 10-es bemutatót. Hát például, hogy mi szányolja túl az Impossible Puzzle-t. Ezt úgy a kamerák előtt számít, hogy Mountain Challenge, ha mindent meg tudnám csinálni, hogyha lehetetlen küldetés hajtanék végre, de bizonyos dolgokhoz pénz kell, és hát én nekem hélium kívás is eszembe jutott, de sajnos az sem olcsó mulatság. Meg de nehogy azt higgyétek, hogy ezret csinálok belőle, mert annyi ötletem nincsen. Azért csinálok keveset, mert játékokból végtelent lehet csinálni. De kívások azok kifogyhatóak. És nem tehetek fel se zenét, se filmet, se szexjátékot, mert azokat nem engedik a YouTube csapata. Azokat csak Facebookra lehet feltenni. Értem. Például én emlékszek egy olyan kihívásod, amikor a töltésen futottál. Hát azért csináltam, mert tudtam, hogy sikerül, de nehogy azt higgyétek, hogy minden előkihívást meg tudok csinálni. Az még... Például hány kilométer volt? 2 kilométer talán. Egy húzomból, hogy nem ültél-e?
nem álltál még. Hát ez volt a terv. Na, a következő kihívásban én azt szeretném, hogyha nem 2 kilométerre, hanem 4. Dupla. Hát ez máshol, hát az több nehézségek ilyen elviselni, sajnos ezt ilyen próbálnám. Tehát 100 perc is esetleg, de az is gyúrni kell. Gyúrni kell. Hogy még gyorsan csinálom egy 100 felülést. Hát azt esetleg meg tudnám tenni. És vagy fekvőtámaszt? Hát az meg az a baj, hogy tornán mindig rosszul hajtottam be a kezemet, úgyhogy a kritikát nem úszom meg akkor, ha megteszem. Értem. De téged mit érdekelnek a rossz takaróid? Azokkal csak nem... azok, akik olyat mondanak, hogy meg se érdemeltem. Mert nálam rossz. Mert jelentettek sokkal rosszabbat. Mit? Mert most hallgass. A következő kérdésem az lenne hozzád, hogy ezt a volt olyan játékod, mikor a játék véget elmentél fodrászhoz és lenyilatkoztál. Hát még az korábban volt, még miért belekezdtem. És azt miért? Miért? Hát miért? Miért nyírtad le a hajadat, mert a játékban vesztettél vagy győztél? Nem, azok semmi közehez. Nem, akkor? Emlékszek olyanra, vagy volt az ez a már, de még azelőtt volt, miért egy videóba belevágtam, tehát a játékhoz gyakorlatilag semmi köze. Jaj, volt amikor kávét is ittál. Igen, az abban, amikor legyőztem Godot, az emlékezetes pillanat volt, mert akkor Phoenix Fight is megitta azt a kávét. Tehát utánzom ezzel a karakteremet, még más is ezzel bőtött. Ha a Call of Duty-ban például megnyerem a Modern Warfare 3-at, akkor rágyújtanék önként. Meg aztán, hogyha megnyerem az Iron Kill Clan 2-t, akkor már adonáig megint egy pesgőt. Rágyújtanál, hisz te nem dohányzol. Hát pontosan ezért, mert Captain Price akkor rágyújt köszöntőt, amikor legyőzte azt a sátáni boss-t, aki okozta a harmadik világháborút. És te azt a makaromot. És te legyőzted? Miről beszélsz, csak 2 Call of Duty-t nyertem, meg nem tudtad? Azt a első meg az United Offensive-et. Call of Duty-t, igen. Az El Sultan... Honnan imporált téged az, hogy El Sultan? Vagy muszáj volt jeleznem, hogy én vagyok a videójátékok királya. Igen, a király. Látszik is itt a logón, az a korona. Az azt jelenti, hogy te vagy a király. Igaz? Igen. El Sultan. Hallott, olvastam a kommentről, de sokan szeretnék azt, hogy benutasd, hol lakó a családodat. Olvastam azokat a kommentokat. Melyik résznél, mert nem igazán emlékszem. Sok videódnál oda volt írva. Vagy például az, hogy El Sultan megiszik 2 liter vizet. Hát azért, mert tudtam, hogy sikerül, de tudtam, hogy veszélyes is egy kissé. Főleg, hogyha energiatól van szó, mert az halálos tud lenni. Vagy például, hogy a söprő kihívás verseny. Igen, azt tudtam, hogy 22 perc az sikerül. Hát én... És itt fájt az ujjam már 20 percben. És most meg tudnád dönteni a rekordodat? Hmm. A söprő kihívás versenybe? Hát még ha meg is tenném, hát... Kötve hiszem, hogy 40 percre. Az El Sultan... szponzoraidról beszélnék-e? Hát az, ami hiányzik. Voltak éppen, mert kérdezősködtem, hogy mi a baj azzal, de kiderült, hogy nincs stábom vagy szponzorom, hát az, lehet, hogy azért rossz nézettség. Oké. Ki a példaképed? Miért gondolsz? A játékokban. Hát a VR, PewDiePie. PewDiePie is néztem, főleg a de viszont te! Ügyesebb vagy, mint a virjárjának a tagjai. Hát azért azt nem kellett volna mondani, de hát a bizonyíték nem hasznos.
Például miben vagy ügyesebb, mint a VR tagjai? Amit feladod, azt én megnyertem. Meg aztán, hogyha van megnyertő, azt én túlszányoltam. És például? Mert a Crash Bandicootot nem nyertem meg, én meg mesterévé váltam. Még? Volt még jobb játék is, mint a Crash Bandicoot. Az Illusion of the Ghost Killer, az halál nélkül meglett. És ő neki mennyi halállal sikerült? Nem sikerült. Nem sikerült, szóval ti sokkal te jobb vagy, és mégis többen nézik őket, mint tégedet. Mi lehet ennek az oka? Van stábja. Ez az, ami nekem hiányzik. A stábja. Szóval én arra kérem az embereket, hogy nézzék minél többen az El Sultán csatornát, mert tényleg ez a fiatal ember több olyan kihívásokat, több olyan izéket teljesített még, ami sok ember nem tudott volna. Több a végjátszást csináltam meg, ami egy átlagosnak nem sikerül, csak a legelitebbeknek. Ezt ne felejt mondani. Igen, az eliteknek. De most befejezed? Még bírja a kamera. Már csak egy is fél csík van rajta. Szóval, mesélj még valamit. Mik a terveid a jövőben? Hát, ha lennének terveim a jövőben, hát... Tennem kell róla, mindent azért csinálok, mert gondoskodom kell róla, hogy a szegénység ne fenyegessen engem. Az biztos. Így van. De hallottam olyat, hogy az El Sultán készül most hétvégén valami ünnepségben. De az nem az én ünnepem. Az nem a tiéd, de kié lesz? Ezt most mondjam el? Igen. Kinek a 60-asát fogjuk ünnepelni? Az apámét. 60 éves. Már a héten lett 60 éves. Igen. És még milyen lesz? És akkor fogok videózni az El Sultán csatornára? Hát sajnos nem tudom, hogyan lehetne. A következő helyzet, amit jobb, hogyha ők is figyelembe vesznek. Hogyha nem tehetek fel zenét, nem kerülhet fel zenét, mert akkor hiába fogják nézni, mert lehet, hogy van esélye rá, kitöri, vagy csak annyi, hogy alkalmatlan bevételszerzésre. Én ezt a hibát nem követem el. De viszont nyugodtan bemutathatod a családodat, mert sokan Nem hiszem, hogy akarják, hát viszonylag panaszkodnának. Rendben van, El Sultán. Én köszönöm szépen ezt a kis megbeszélést, amit tarthattam veled. Tessék, mondjad. Szóval ilyen fajta podcastot lehet készíteni velem. Tehát ilyen kérdéseket kell feltenni tőlem. Tehát aki szeretne podcastot csinálni velem, az írjon kommentbe. De előre szólok, nem biztos, hogy össze tudok befutni, mert gyakorlatilag folyton dolgoznom kell. Meg kell próbálni személyesen összefutni velem, és hogyha netán Magyarországról jön, de hát sajnos rossz érem az, hogy nekem nincs jogosítványom. És nem ismerem úgy a helyet, mint a tenyeremet, tehát gyakorlatilag neki kell valahogy összefutnia velem, hogyha egyáltalán azt akarná. Úgyhogy gondoljátok át ezt, hogy hogyan legyen. Úgyhogy csak hallgassátok, végig is tudni fogjátok, hogyan kéne készíteni. Úgyhogy azt hiszem búcsúznék. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, Sultán úr, ezt a megbeszélést. Remélem további sok sikered lesz, és még a jövőben csinálhatunk ilyen podcastot. Sziasztok!